A vihar házakat rongált meg, volt olyan település, ahol a házak 80%-ának megsérült a tetőszerkezete. Egyelőre felmérhetetlen, mekkora anyagi károkat okozott az egyébként 6 ember életet követelő ítéletidő. A hurrikán ereje, ahogy mondtuk, csökken, de a veszély nem múlt el. További kötelező evakuálásokat léptettek életbe, a hurrikán még mindig milliókat veszélyeztet. Másfél-két nap alatt szinte a teljes éves csapadék mennyiség leesett. Több mint egy évszázada nem voltak akkora áradások a környéken, mint az elmúlt napokban. Harmadfokú hőségriasztás lesz érményben szombat éjféltől. Szinte minden nap ilyen és ehhez hasonló hírekkel találkozhatunk a televíziót nézve, és még csak meg sem lepődhetünk. Hiszen a klímaváltozással és az éghajlat várható átalakulásának előrejelzésével foglalkozó tudósok már hosszú évekkel ezelőtt megnyomták a véscsengőt, miszerint a jelenség világszerte a viharok, így a hurrikánok felerősödését okozhatja. Ráadásul ezek a trópusi viharok már elérhetik akár Európát is. Ez a szélsőséges időjárás fenyegetőbb, mint egy háború. Csak az idei év első felében közel 7 millió ember kényszerült otthon elhagyására egy természeti katasztrófa hatására. Mégis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD felmérése szerint az utóbbi években kevesebb a klímaváltozás megállítására szolgáló technológiai újítást jegyeztek be. Ráadásul az innovatív megoldások csak nehézkesen terjednek el a világban. Ennek számos oka lehet. Például, hogy a cégek bizalmatlanok a még be nem vált technológiákkal kapcsolatban. Viszont ezek addig nem tudnak bizonyítani, amíg nem tudják őket széles körben tesztelni. Ráadásul a környezetbarát megoldások esetenként költségesek, a profit csökkentését eredményezhetik. Ez pedig a globális kapitalizmus korában nem népszerű gondolat. Sokat számít a vásárlók tudatossága, hiszen saját környezetükben ők is sokat tehetnek, például az alternatív energiaforrások kiépítésével, vagy környezetbarát eszközök használatával. De hogyan igazodhatunk el abban az útvesztőben, amely napról napra más megoldást kínál a klímaváltozás visszaszorítására? Létezik-e klímabiznisz, és ha igen, kinek áll érdekében? Mit tehet a magánember, és mit tesz a multinacionális nagytőke a természet megóvásáért? Jó estét kívánok, Trombitás Kristóf vagyok. Mai beszélgető társaim dr. Ferenc Orsoly, a miniszteri biztos, az ELTE tudományos munkatársa, Pej Zsófia környezetgazdász, Sáfián Fanni tudományos tanácsadó és dr. Somogyi Ferenc közgazdász. Köszöntöm Önöket. Most, hogy a kisfilmünkben is elhangzott felvezetésképpen, hiába próbálna meg az ember környezettudatos életmódot folytatni, hát meglehetősen káosz fogadja, amikor szeretné ezt tettekre váltani, ezt az elgondolását. Én is laikusként belegondolok, hogy mit és hogyan kéne tennem, egyik nap hallok egy valamit, másik nap pedig az ellenkezőjét rögtön. Hogyan tudnánk eligazítani nézőinket ebben a hihetetlen információtengerben? Kezdjen akkor. Köszönöm szépen. Jó eset kívánok a nézőknek is. Tényleg nincs könnyű dolga a nézőknek, ugyanis hát ha már csak abba belegondolunk, hogy milyen reklámokat látunk esetleg a televízió, vagy mi vesz minket körbe az utcán, hát azt látjuk, hogy mindenki a fogyasztásra ösztönöz minket, miközben a túlfogyasztás az egyik nagy problémája ugye annak, hogy nem egy fenntartható bolygón élünk most. Úgyhogy valóban nem könnyű a helyzetünk, és rengeteg egymással ellentétes információt hallunk, és ez igazából a tudósokra is igaz. Tehát mi is azzal szembesülünk, hogy egymásnak ellentmondó eredmények között kell valahogy igazságot tenni, ami nem egy egyszerű helyzet. Azonban mégis vannak olyan alapelvek, amelyek mentén az ember el tud igazodni. Az egyik ilyen például, hogyha megpróbáljuk ugye mondjuk az energiafelhasználásunkat csökkenteni, mert nagyon sok módja van, illetve minél kisebb területre szűkíteni az általunk okozott környezeti károkat, aminek az egyik legjobb módszere, hogyha mondjuk helyi termékeket vásárolunk, és így a szállításokhoz szükséges energia mennyiségét is tudjuk csökkenteni. Igen, hát valóban a kérdésnek van több rétege is, amit eddig felvetettek. Az egyik egy tudományos kérdéskör, hogy mi is történik most a bolygón, és ennek a modellezése, és valóban, ahogy említette, valóban többféle tudományos eredménynek a folyamatos vizsgálatából áll az újabb és újabb eredményeknek a modellezése. A másik kérdés, és ezek nagy rendszerek, tehát a Föld egy nagy rendszer, az egész bioszféra nagy rendszer, azon belül a 7,5 milliárd ember együttese, és akár annak társadalma, gazdasága, ez nagy rendszer. De valóban ezeket a nagy rendszereket kis alkotó elemek alkotják, tehát az egyes emberek, így tehát van annak is helye és szerepe, hogy az egyes ember
mennyire tudatos, és mennyire tudatosan választ az értékek között, milyen életformát él, mert alapvetően az emberi életforma, az egyes emberek életformája meg tud határozni egy nagyobb közösséget, és a nagyobb közösség már bizony komoly lenyomatot hagy a bioszférán. Milyen életformát tanácsos élni akkor, hogyha szeretnénk környezettudatosak lenni? Én is szeretnék erre ráerősíteni, hogy azt gondolom nagyon fontos minden egyes ember és minden egyes embernek a napi szintű döntése. És azt látom, hogy ki kell lépnie mindenkinek a szokásaiból, és meg kell próbálni egy új szemüveget fölvenni, és azzal újra átértékelni azt, hogy mivel közlekedik, hogy mit vásárol, hogy hol vásárol, hogy mit vesz föl, és hogy mit eszik, amiről még nem esett szó, pedig ez is egy kulcskérdés, illetve az fontos az is, hogy helyi terméket választunk, de az is fontos, hogy konkrétan mit teszünk, csak hogy egy kis érdekességet fölvillancsak, hogyha egy négy tagú család heti egyszer tart egy hús- és sajtmentes napot, az bizonyos számítások szerint kiváltja egy havi autózásuk által okozott környezeti kárt. Vagy például, hogyha nem egy marhahúsos hamburgert választ, hanem egy vegaburgert teszik, akkor az pedig körülbelül 200 kilométernyi autózásnak felel meg. Ezeket az apróságokat sokan szerintem nem tudják, de nagyon fontos erről beszélni, és ha minél többen megtudják, és ezeket próbálják szem előtt tartani, akkor azt gondolom, hogy nagy előrelépést tehetünk, és a legfontosabb pedig az, hogy a sok apró fogyasztói döntés pedig tudja befolyásolni a vállalatokat is, a cégek működését. De az, hogy ilyen káoszban élünk, legalábbis ami a megoldási javaslatokat illeti, az esetleg lehet bizonyos köröknek az érdeke, vagy egyszerűen csak tapogatózunk és nem tudunk előre lépni, mert kevés még az információnk hozzá? Hát ezt a kérdéskört úgy kell megvizsgálni, hogy minden létező döntéshozatali szinten ugye van feladat, és ezek a döntéshozatali szintek hogy viszonyulnak a kérdéshez. Egyén, család, vállalat, önkormányzat, nemzet, nemzetek feletti szervezet, sőt a felett is. Isten igazából a nemzetig érdemes elmenni, ami van értelme, de a lényeg az, hogyha föltesszük a kérdést, hogy ki viszonyulhat leghatékonyabban, én ezt föltettem magamnak, azt a választ adom, a háztartás valóban, illetve a család, és a cél csak egy lehet, hogy olyan fogyasztói kosarakat próbáljunk összeállítani, amely természetkímélő, társadalmi viszonyt is kímélni kell, mert ott is vannak bőven bajok, sőt, most már az emberi pszichés kezd megbugyanni, tehát azt is kímélni kellene. Ez a szintetikus válaszom. És vannak erre már kiváló példák. Én egy egyesületet képviselek, egy mintaszerű család, egyetemi tanárok, három gyerekkel tökéletesen ezt művelik, úgyhogy csak ámuljuk és bámuljuk, hősök. De hogyan jutottunk el ebbe a káoszba? Mert ugye megoldási javaslatai mindenkinek vannak, de el tudják képzelni, hogy záros határidőn belül, hiszen a probléma meglehetősen nagy, eljuthatunk egy olyan helyzetig, amikor azt mondhatjuk, hogy van egyetlen üdvös megoldás, ami biztosan sikerre vezet, és el is ismeri mindenki, hogy ez a megfelelő megoldás? Én azért azt nem vindikálom a jogot magamnak, hogy megmondjam, hogy hogyan jutottunk ide, de azt mondjuk lehet tudni, hogy az emberi jellem gyengeségei azok mindig is az emberiséggel együtt éltek. Azonban volt egy morális fék talán a társadalomban elég sokáig. Ez sok mindenre visszavezethető, a transzcendensben való megfogalmazódás, az istenhit. Valamilyen féket tett a rendszerbe, tehát ez a fajta elszabadult egocentrikus fogyasztás, központúság, amikor kizárólag itt és most az anyagi világban találja meg valaki az élete értelmét, és azt is kizárólag akkor, ha pénzé lehet tenni. Ez ennyire talán nem volt jellemző, illetve amikor jellemzővé vált, mindig volt egy fék, ami azért ezt valahol tompította. De tényleg az utolsó 200-300 évben ezek a fékek eltűntek a társadalmainkból, egyfajta morális mutáción mentünk keresztül, és annyira
csak az anyagi világban való életünk és boldogulásunk helyeződött a középpontba, ami törvényszerűen az ember egyéb gyengeségeivel összeadódva ide vezetett. Tehát egy véges rendszerben szeretnénk a végtelenné növekedni, ami nyilvánvaló ellentmondást jelent. Így igaz? Meg tudja ezt erősíteni, hogy ez a fő oka? Egy nevet hadd mondjak ki, egy déli nevezető, kiváló amerikai, igazi, konzervatív, keresztény gondolkodó, gyönyörű spektrumot állított föl, tessenek figyelni, nagyon logikus. Teológia, esztétika, pszichológia, pedagógia, politológia, szociológia, közgazdaságtan, műszaki tudományok, természettudományok lefedi a lét egészét, de ebbe egy szigorú preferencia rend van. Mindig legfelül a felső a cél, alatt az eszköz. Lejjebb cél, eszköz, cél, eszköz. Ezt meg kellene tanulni. Tehát vannak ilyen sémáink, és kimerni ezt megkérdőjelezni. És akkor mindazt, amit tetszettünk, hallottak most, azt akkor tartalommal tudjuk teríteni. Ez lesz a feladatunk. Én ezt spirituális megújhodásnak fogom nevezni, jönnie kell, mert azok a kataklizmák, amelyek már itt vannak, és most már a hétköznapi ember is láthatja, tapasztalhatja. De jönni fog? Van még rá időnk, valóban a kataklizmára? Biztosan, Isten segítsége kell hozzá, de jönni fog természetesen egyfajta katartikus megújhodás a különféle döntéshozatali szinteken ennek a szellemében. Nyissunk egy újabb témát, ami nem kevésbé érdekes. Björn Lomborg már a 90-es évek végén írta egy könyvet, a Cool It, Hideg vér. A szkeptikus környezetvédő úti kalauza a globális felmelegedéshez címmel. A szerző véleménye azóta sem változott. Björn Lomborg, a koppenhágai üzleti főiskola tanára szerint a klímaváltozás hatásait megállítani kívánó sok billió dolláros mentőakciók inkább érzelmi, mint szigorúan tudományos feltételezéseken alapulnak. A szkeptikus környezetvédő szerint azok a vállalatok, amelyek az alternatív energia előnyeit alkalmazzák, és ebben a technológiában érdekeltek, a hadipari lobby módszereivel dolgoznak. Véleménye szerint a nagyiparosok mindig is igyekeztek befolyásolni a politikát, és leginkább a fegyveripari lobbit szokták azzal vádolni, hogy eszközökben nem válogatva igyekszik rávenni a kormányokat a katonai kiadások növelésére. Lomborg szerint az ökolobbi hasonló módszereket alkalmaz. A klímabizniszben érdekeltek, eltúlozva a globális felmelegedés lehetséges hatásait, olyan intézkedésekre kényszerítik a kormányokat, amelyek busás hasznot hoznak nekik. Kinek származhat haszna egy ilyen lobbiból? Nem tudom. Az igazság, hogy nem tudom. Nyilván az egyik lehetőség az az, hogy a mostani jó gazdasági helyzetben lévő iparágak azok, akik megpróbálják esetleg elgáncsolni azokat a folyamatokat, amik új megoldások irányba mutattak. Ez az egyik lehetőség, amire gondolok. De nem tudom, én valahogy mindig megmosolygom ezt a hozzáállást, és az jut az eszembe az a kis... Már milyen hozzáállás pontosan? Hát, hogy... És erről szól egy ilyen kis képregény, amin egy ember előadást tart egy nagy publikum előtt, és azt mondja, hogy mi van, ha átvernek minket, és feleslegesen tisztítjuk meg a vizeinket, feleslegesen tisztítjuk meg a levegőt, feleslegesen fogunk környezetbarát energiákat használni, és kiderül, hogy nincs is klímaváltozás. Tehát, hogy ezek a folyamatok, ha belegondolunk, jót tesznek az egészségünknek, mi jót tesznek a környezetnek. Bocsánat, az úriember is egyébként, mielőtt még esetleg rásülne ez a bélyeg, tehát véletlenül sem klímatagadó, csupán csak felveti, hogy akadhatnak olyasfajta lobby tevékenységek, amik nem igazán a helyzet megoldásában érdekeltek, hanem inkább saját gazdasági céljaikat szeretnék sütögetni. Persze, ez belecsúszott, és ez nagyon fontos, hogy ezeket elválasszuk egymástól, de összességében viszont szerintem egy átlagembert ez nagyon megtéveszthet. Tehát egy átlagembernek lehet, hogy nehéz elkülöníteni, sőt nem csak egy átlagembernek, igazából a szakértőknek is néha nehéz elkülöníteni a különböző érdekeket, amik a különböző nyilatkozatok és publikációk mögött állnak, mert néha sajnos ilyen is előfordul. Nagyon vigyázni kell, hogy mit mondunk, mert esetleg a témában kevésbé ismertebbek könnyen arra a megoldásra juthatnak, hogy aki szkepticizmusról beszél, ami a pontos célokat illeti, az magába a környezettel változásával szemben szkeptikus? Pontosan oda kell figyelni, hogy milyen fogalmakat használunk? Most itt nekünk? Ugye? Nem, úgy általánosságban, akik mondjuk a környezetváltozásáról, az éghajlatváltozásról beszélnek, hogy nehogy véletlenül olyan csapdába kergessék a gyanútlan szemlélődőket, amiről itt szó esett.
szerintem nagyon, nagyon nehéz ez a téma, mert nagyon komplex. És nagyon sok olyan szót használnak a híradásokban is, és különösen a tudósok az eredményeik bemutatásakor, ami értelmezhetetlen. Már az is, hogy 100 év múlva hány fokkal lesz milyenebb micsoda átlagosan, az tulajdonképpen semmit nem mond, és egyáltalán nem segít abban, hogy most akkor mit is kéne csinálni, vagy ez most nekem fontos, vagy nem. Úgyhogy mindenképpen nagyon nehéz és nagyon nagy feladat szerintem azoknak, akik beszélnek erről a témáról, hogy lehet közelebb vinni az emberekhez. És ahogy elkezdődött ez a műsor is a tornádókkal, a mihegyes macival, ezek azok a tipikus képek, amiket az utóbbi 10-20 évben használunk, és az emberek fejében is már belegyökereztek. Ugyanakkor a magyar embereknek egészen irreleváns mondjuk a jeges maci a saját életében, lehet, hogy aranyos, és fontos nyilván, hogy mi van a többi állatfajjal, nem csak az itt élőkkel, de a saját életünkre így nem tudjuk lefordítani az, hogy mi a feladat, és az sem, hogy mi a probléma. Szerintem fontos arról beszélni, hogy itt tehát a saját mit érzékelünk, igen, és mi az, amit itt nekünk tennünk kell. Akár az, hogy a szomszéddal beszéljünk erről, hogy ő hogy látja, vagy ültessünk egy fát, mert azzal nagyon biztos nem ártunk semminek, sőt. Tehát a saját közvetlen életterünk megváltoztatásában kell ügyködnünk, hogyha legalábbis ezzel semmi rosszat nem tettünk. De visszatérve az ökolobbi létezéséhez, létezik? Van ilyen? Létezik. Létezik ugye az a kapitalizmus, amelyik csak akkor racionális és csak akkor harmonikus a növekvő. Ezt nagyon keményen tessenek venni. És ezek a cégek ugye ugyanígy most mikróra lefordítva profitcentrikusak is mindent megtesznek. Akkor játsszák el ezt az ökokonform szemléletet, amikor nagyon jó megy neki. Tehát gazdagok is biztonságban vannak, akkor kimondottan manipulatív céllal természetesen hirdetik, hogy ők még olyat is tudnak, hogy ökokonform a dolog, a fenét ökokonform. És ebben a legszomorúbb, hogy ebben a manipulatív folyamatban, amit ezek a cégek igenis létezik, hát művelnek, politikai erőket is teremtenek, ez engem rendkívül bosszant, mert az életemet adom ennek a kérdésnek, ugye, és akkor látom, hogy síraszerűen, gombaszerűen nőnek nyugaton is, keleten is ezek a műzott pártok, akik az ember egy picit közel megy hozzá, kiderült, hogy se koncepciók és fogalmuk sincs arról, miről van szó. És engem ez annyira bosszant, nehogy már ezek az erők vegyék át ezt a kérdést, hanem itt komolyabb erőknek kellene ezt nagyon is fölkarolni, mert itt az idő. Ez nagyon pontos, amit megfogalmazott. Minden kérdés mögött, amit az emberek előállítanak, a két dolog ott szokott bújni, a pénz és a hatalom. Mert ehhez valahogy nagyon vonzódik az emberiség. És ugye a pénz az egyik, a haszon, a profit, amiben az a helyzet, hogy bizniszt keres az is, aki a régi technológiákat használja, például a fosszilis üzemanyagok égetésében érdekelt, de ugyanígy előkerülnek olyanok, akik most az új forgatókönyv szerint akarnak bizniszt kreálni. Most ne is nevezzünk meg senkit, nehogy valakinek az érzékenységébe belegázoljunk. De például a húst kiváltó termékek soránál vetődik most fel az a kérdés, hogy vajon tényleg ez egészséges az ember számára, amiket ott kreálnak, előállítanak, és így tovább, és már is dollármilliárdos piacok vannak, miközben még sincsenek próbálva igazából ezek a termékek. És a másik a hatalom. Amikor egy-egy nagyon fontos kérdést, mint például a környezetvédelem és a klímaváltozás, ami létező, és minden embert, és az egész bioszférát érintő kérdés, hatalmi célokról, politikai törekvésekre használnak fel, úgyhogy egyébként magához a kérdéshez adott esetben nem is értenek, és össze-vissza dobálóznak fogalmakkal, akár politikai pártok, akkor igazából, bár legyen bármilyen zöld zászlajuk, ők ártanak a legtöbbet ezeknek a kérdéseknek, hiszen ők valami mást akarnak becsomagolni és eladni a környezetvédelem zászlaja alatt, mert hiszen az emberek a környezetükért aggódnak. Tehát ez az árukapcsolás valóban megjelenik, és nagyon szerencsétlen. De anélkül, hogy különösebben konkretizálnánk, azért a magyar közéletben is láthatóak olyan folyamatok, amik azt vetítik előre, hogy ez az ökolobbi keltette
kicsit hisztérikusnak tűnő folyamat egyre erősebb lehet. Valóban arra számíthatunk, hogy egyre jobban meghatározhatja mondjuk a konkrétumokat nélkülöző, de ugyanakkor külsőségeiben kifejezetten magát zöldekbe állító politikai folyamatok erősödése? Ez nem új. Ez évtizedek óta tart, főleg nyugaton, amikor a zöld pártok elkezdtek úgymond megalakulni, és látszólag a környezetért aggódva, valójában azonban politikai célokat követve próbálták magukat pozícionálni, és egy ilyen szép példa erre, ugye én villamosmérnök vagyok, a nukleáris energia elleni hadjárat, amit ezek a pártok mindenféle valódi szakmaiság nélkül tűztek az ászlajukra, és a kontraproduktivitása ennek jól látható akkor, amikor azt látjuk, hogy Németországban a nukleáris kivonása az energiamérlegükből azt jelenti, hogy a fosszilis égetését meg kellett növeljék, tehát többet ártottak, mint amennyit használtak ezzel a kérdéssel. És már ez évtizedek óta tart. Az, hogy ez most nálunk is ennyire artikuláltan megjelenik, ennek két oka van. Az egyik, hogy szépen lassan mindig mindent átveszünk egymástól, meg globalizálódunk, másrészt pedig maga a probléma egyre artikuláltabban jelentkezik az mindennapi életünkben. Tehát ma már annyi hőhullámnak, annyi mindennek vagyunk a mindennap a tanúi, hogy nem tudjuk kikerülni a témát. Van még arra lehetőség, hogy tágabb környezetünkben, akár a közéletet tekintve is mondjuk egy sokkal objektívabb és nyugodtabb légkörben tudjunk beszélni erről a kérdésről? Én nagyon remélem, az utóbbi években Magyarországra is jellemző, hogy nem igazán voltak szakmai viták ezekben a kérdésekben. Azt lehet mondani, hogy a Magyarországon is ez az atomenergia kérdés, ez inkább egy ilyen érzelmi alapú kérdés volt. Én például nekem más eredményeim vannak, én nem is értek egyet teljesen ezzel a németországi példával. Én úgy látom, hogy az egy hosszú távú, az energiaben az egy hosszú távú terv, ahol a cél az, hogy kivezessék a szénenergiát is, és úgy tudom, hogy Németországban most már is kezdték csökkenteni a szénenergia arányát. Valóban volt egy átmeneti fellendülés, de alapvetően úgy néz ki, ez egy pozitív irányba haladó folyamat. Úgyhogy én is nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne erről szakmai vitákat generálni, és készülnek is alternatív jövőképek, és nagyon jó lenne, hogyha ezeket meg lehetne vitatni nagyon sokféle szakember bevonásával, és ugye nem csak villamosmérnökök, de akár szociológusok, ökológusok, más szakemberek bevonásával is, hogy milyen céljaink vannak, hogyan szeretnénk az áramunkat megtermelni, ennek milyen következményei vannak. Úgy érzem, hogy a társadalmilag ezen a leghasznosabb folyamat, és környezetileg is. Hát nagyon el szeretném ezt mondani. Hogy fordulhat az elő, hogy Magyarországon 2019-ben az első számú közgazdasági egyetemeken, többet számban mondom, hogy most ne lehessen beazonosítani, 10 évvel ezelőtt Amerikába írt jegyzeteket kötelezővé tesznek, és megvan hozzá megfelelő szerv, amelyik hát a vidéki egyetemeknek is széteríti, és kérem, Magyarországon most ezt az abszolút vad, liberális, életidegen amerikai közgazdaságtan tanítják. Hát nem jött el már annak az ideje, hogy saját kultfőből megírjuk a mi magyar, kelet-európai, közép-európai makroekonomiánkat, ahol igenis megjelennek ezek a kérdések. Már itt lenne réges-rég az ideje. És látterekezzem egy készséget? Vagy? Ne, készséget látok minden egyetemen, egy-egy tanszéket és egy-egy jó koponyát, egészséges értékvilágú professzort azért engednek létezni, de nem ők állnak előtérbe. Tehát itt az egyetemi világban nem történt rendszerváltás, azt mindenki tudja, és ezek az emberek töretlenül ezt a neoliberális, életidegen közgazdaságtan tanítják. Hát ezt mindenki tudja. És miért tartják fönn ezt az állapotot? Miért nem lehet valóságos problémákról beszélni? Miért szankcionálják azokat a tanárokat, akik véletlen egy gondolatot kiejtenek a lényegi dolgokról? Ez a megjegyzésem. Egyetértve, és csak egy nagyon röviden reflektálva, van, amiben egyetértünk, van, amiben nem, abban mélységesen egyetértek, hogy nagyon sok és nagyon nyílt vitára van szükség, és ezt sokkal jobban át kell itassak a közbeszédet, az a párbeszéd, amiben arról beszélünk, hogy mely modellnek van esetleg jövője. A német energia példa az sajnos egyértelmű, tehát ezeket látjuk a számokat, folyamatosan nő a széndioxid kibocsátásuk, nemhogy nem csökkent. Magyarországnak, amelyiket annyian
szídnak a nyugaton, hogy nem eléggé zöld. 0,6%-kal csökkent csak tavaly a széndioxid kibocsátásunk, miközben 5%-kal nőtt a GDP-nk, és 1990 óta 30%-kal csökkent. Tehát a német példa az egyértelmű, ott jelen pillanatban külszíni fejtéssel lignitet és barna kőszént bányásznak. Ez egy rendkívül elhibázott dolog. A zöld energiáknál pedig szintén egy állandó vita az energetikusok között az, hogy hogyan lehet az energiahálózatot úgy megtervezni és gazdaságosan üzemeltetni, hogy a zöld energiának az időjárástól való függése az kevéssé terhelje a hálózatot. Tehát nyitott kérdések ezek, ami nem azt jelenti, hogy Németország teljesen elhibázott úton jár, de azt mindenképpen mutatja, hogy nagyon komoly kérdéseket vett fel egy-egy döntés, és nem biztos, hogy ez jó volt, hogy a nukleárist ennyire támadták. A nukleárisra pedig tudomásul kell venni, hogy egy olyan stabil, szabályozható, nagy mennyiségű energiát előállítani képes rendszer, aminek a széndioxid lábnyoma, a karbon lábnyoma még mindig a legkisebb a többihez képest, hogyha egyébként a zöld energiánál is a teljes előállítást nézem, a napelemnek mondjuk a legyártásától a használt elem megsemmisítéséig, akkor szintén kérdéses, hogy mennyire környezetbarát. Ezek azok a témák, amiket végig kell beszélni. Azonban egy mondat, és aztán átadom a szót. Amit mondtál, az idő kérdése, az viszont kulcsfontosságú ugyanis. Egy dolog, hogy mi hogyan gondoljuk és vitatkozunk róla, és vannak elképzeléseink. Egy másik kérdés az, hogy mennyi időt hagy nekünk a természet, mert ezeket az időállandókat a folyamatokban nem mi fogjuk szabályozni, hanem a fizika. Tamászokba került a magyar gazdaság. Milyen alternatív módszereket használhatunk mostanság, amelyek mondjuk úgy környezettudatosak, hogy közben azért megfelelő módon hajtják is a gazdaságot, és olyasfajta lehetőséget teremtenek, amik ki tudják váltani megfelelően a korábbi módszereket? Energiatermelés? Így van, energiatermelés tekintetében. Energiatermelés tekintetében. Magyarországon ez egy nagyon most viszonylag jól elindult, és nem eléggé, de legalább cseki mértékben támogatott a napenergia, amiben jó lehetőségeink vannak, a geotermális energiában is nagyon jók a lehetőségeink, ezt elsősorban a távfűtések, tehát a távfűtőrendszereknél most egyre több szolgáltató próbál átállni legalább részben, és ez egy nagyon jó folyamat. A nukleáris energiával kapcsolatban az, hogy az energiatermelés során széndioxid nem képződik, az valóban igaz, viszont képződik egy hasonlóan súlyos probléma, ugye a radioaktív hulladék, úgyhogy ez ugyan az éghajlat változással per pillanat nem tudjuk, hogy van-e valamilyen összefüggésben, de környezetileg rendkívül súlyos probléma, és ez tényleg most azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon nehéz kérdés napjainkban, hogy el kell menni abba az irányba. Mi azt gondoljuk az Energia Klub Egyesületnél, ahol dolgozom, hogy elsősorban az energiahatékonyság felé kellene elmenni és hatalmas lépéseket tenni, ugyanis az a legolcsóbb és legkörnyezetbarátabb energia, amit el sem fogyasztunk, ezért jó, amikor biciklizünk, ezért jó, amikor nem szárítógépet használunk, hanem kitesszük a napra a ruhát, és számos ilyen egyszerű példával tudom, lehet ezt bemutatni. Úgyhogy ez az, amivel szintén mindenkinek egyéni és vállalati és társadalmi szinten foglalkoznia kell. Elsősorban a közlekedés és az épületeink energiafelhasználása az, amire leginkább fókuszálni kell. Mi pedig megkérdeztük Magyarország legismertebb geográfusát, hogy hogyan látja a klímaváltozás tükrében a jövőt. Nem megyünk messze Magyarországtól, mondjuk Ausztriába az ember ellátogat, ott van egy közeli gletszer, mondjuk a Pasterze gletszer. Amikor én ott jártam először 1963-ban, akkor, mikor lementem a parkolótól a jégre, ez pontosan alattam volt a gletszernek az alsó szakasza. Mikor most legutoljára oda visszatértem filmet készíteni, nagyjából egy 8-9 évvel ezelőtt, már 360 métert kellett mennem, hogy ugyanarról a ponttól elérjem a jégnek az alsó peremét. Az osztrákok 1851 óta kicövegelték, hogy mikor, melyik évben, hol volt a gletszernek a vége. Ahhoz képest másfél évszázad alatt 3 kilométerrel lett rövidebb,
ez az európai viszonylatban jelentéktelen gletszer, ez a Pasterze gletszer, és pontosan kiszámítható, hogy ez az olvadás másfél milliárd köbméter jégnek az elolvadását jelentette. A felmelegedés miatt hurikánok keletkeznek, a hurikánok szezonja tovább tart, mint régen, hogy a tájfunok, amik szintén trópusi ciklonok, ezek is ugye nagyobb időintervallumban élnek, mint korábban, nagyobb energiájúak, nagyobb térségekben működnek, hogy a szezonjuk kinyúlik egészen november közepéig is, ami korábban nem volt, akkor az ember azt látja, hogy itt sziszifuszi küzdelmet kell folytatni. És hogyha ezt hozzáteszünk, hogy mindez a klímaváltozás együtt jár mondjuk azzal, hogy Indiában 5 milliós városoknak a vízellátását úgy kell biztosítani, hogy vasúti szerelvényeken, tartálykocsikon hozzák oda az ivóvizet, hogy kannákkal állnak sorba az emberek a tartálykocsik előtt, hogy vizet tudjanak hazavinni, hogy a család ne hajjon szomjan, akkor tényleg nagyon drámai és nagyon sötét az a jövőkép, amit mondjuk az ember maga elé fölvázol. Hogyha Grönland vagy az Antarktisz teljes jégtömege elolvadna, amihez azért még több száz év kell, akkor ez 7 vagy esetenként akár 10-13 méterrel is megemelheti a világóceánoknak a szintjét. Ez megtörtént egyébként a Föld múltjában számtalan alkalommal, tehát pontosan lehet tudni, hogy az élővilág ehhez mindig tudott alkalmazkodni. Tehát amikor mi arról beszélünk mindig, hogy a Föld van veszélyben, nem a Föld van veszélyben, árthatunk az élővilágnak, de maga a Föld minden túlél, mi emberek vagyunk veszélyben, tehát az unokáinkra és az ükunokáinkra kell gondolni ilyenkor. A Föld akkor tényleg nincs veszélyben? Reflektálva a filmre is, talán a kérdésre is válaszolva, államtitkár asszony felvetett egy nagyon jó kérdést, az időkomponens jelentőségét. Mert lehet gondolkodni 4 évbe, ez nyilván a mindenkori kormányok feladata, de igazi felelős kormányok, akikben van spirituális elköteleződés, azok tudják, hogy egy picit hosszabb távon is kell, és talán most olyan helyzetben vagyunk mi magyarok, hogy talán képesek ezek az első számú emberek. Mert a következő táv, a közgazdaságtanban akkor, ha mondjam el, van a 200 éves szellemi áramlatok ciklusa, a 100 éves emberi tőke ciklus, és a Kondratyev ciklus az 50 éves. Most amikor ezek a ciklusok összecsengenek, interferálnak, akkor nagy buli van. Na most nagy buli van, mert 3 ilyen ciklus összefutott, sőt már elindult tulajdonképpen, hát libertariánus oligarchák úgy gondolják, hogy a következő 200-ast is elindítják, még ezt pontosan nem lehet látni, de nagyon aktívnak kell lennünk, és ezen a 3 síkon minimum gondolkodni, de lehet Hamvas Béla módjára bolond, aki nem az örök valóságra rendezkedik be, de maradjunk a 3 síknál, és ezt a 3 síkot kellene párhuzamosan művelni, és azért nem összekever, mert talán így lehetne egyfajta kontinuum módon átvezetni, visszavezetni, ezen nem azt jelenti, hogy valami nagy lépéssel hátra, hanem az elért eredményeket azért visszahozva, de azért azokat a brutális nagy technikákat és azokat a romboló előket, amelyek ugye szűrik ezt az irdatlan válságot, amit itt láthattunk, hát talán meg lehet fogni. Azt mondják, hogy talán még van egy-két évtizedünk. De van vagy még egy-két évtizedünk? Mennyire lehetünk optimisták? Vagy éppen szkeptikusak? Mennyi időnk van hátra? Én azt gondolom, hogy nem lehet halogatni. Tehát most azonnal el kell kezdeni, sőt már egy kicsit késő is. Ugyanis eltolódva van az a két jelenség egymástól, hogy növekszik-e vagy csökken a széndioxid kibocsátás, és mit csinál a hőmérséklet, mit csinál az éghalati rendszer, tehát hogyha holnaptól vagy ma estétől mindent nagyon visszafognánk, akkor is még évtizedekig egy kicsit rosszabbodna a helyzet, és utána állna meg, és utána tudna elindulni esetleg, vagy stabilizálódni, vagy esetleg visszafordulni. De most még van visszaút, hogyha én nagyon laikusan akarok fogalmazni, vagy csak a romló tendenciát tudjuk egy kicsit visszafogni? Van visszaút, csak nem holnaptól, tehát ha most azonnal cselekszünk nagyon nagy léptékben, a visszaút akkor is több évtizedre van előttünk, hogy elkezdődhessen.
de el kell kezdődni. Mi a helyzet ezzel a visszaúttal? Abszolút egyetértve azzal, hogy már tegnap el kellett volna kezdeni, tehát igazából már jó régóta nincs időnk. Amióta azt hiszik, hogy van időnk, azóta nincs, és ugye a fogyasztói társadalom, igen, mit fogyasztottunk el, a jövőnket és a bolygónkat, tehát valóban fogyasztói társadalom, de mit ettünk meg. De valóban így van, hogy nincs időnk, és nagyon jó lenne most már konszenzuálisan elindulni végre hatékonyan a különféle döntéshozatali szinteken. A filmre reflektálva azért azt hozzá kell tennem, hogy az igaz, hogy azt a történelmi, föltörténeti korokban voltak, és mindig is változtak a klimatikus viszonyok a Földön, de az időléptéket nem szabad eltéveszteni. Azért ott majdhogy nem logaritmikus skáláról beszélünk, tehát ahol egy-egy időlépték egy tízszeres szorzót jelentett, tehát évmilliókról vagy évszázezredekről beszélünk, most pedig néhány évről. Ez egész más jelent fizikailag a függvényeknek a gyorsulásában, egy sebes változásában, és valóban lehet-e visszatérni oda, ahol voltunk? Ez a világ, ez irreverzibilis, tehát ugyanoda már nem tudunk visszatérni, ahol voltunk. Csak azt tudjuk megoldani, ha most elég gyorsan reagálunk, és elég egy irányba, hogy egy élhető bolygó maradjon, még akár az ember számára is a Föld. Az is egy nagy kérdés, és valóban az életet önmagában talán nem kell félteni, vagy annyira nem, mint az emberi életet. De mivel ez egy úgynevezett instabil egyensúlyi rendszer, azért léteznek olyan elméleti modellek is, amik azt mondják, hogy ha nagyon-nagyon ügyesek vagyunk, idézőjelbe téve az ügyest, mi emberek, akkor ki tudjuk úgy billenteni, hogy akár az élet számára is ellehetetlenítsük ennek a bolygónak a körülményeit. Tehát azért az, hogy egy bolygón élet van, az nem triviális, és sok mindennek össze kell ahhoz csengenie. És mi azért elő tudunk állítani olyan komponenseket is az atmoszférába, ugye a freonokra gondoljunk akár, amik szintetikus gázok, tehát a bioszféra soha az életben nem állított ilyet elő, tehát nem várható el a bioszférától, hogy feldolgozza. Tehát azért, amikor arról beszélünk, hogy a Föld nincs veszélyben, én itt is egy picit azért óvatosabb lennék, de valóban a legnagyobb veszélyben az ember van. És az egyén szintjén mit tudunk tenni? Tehát, hogy egy kicsit a hétköznapi életre is lefordítsuk a gondolatokat, mondjuk egy olyan hétköznapi ember számára, akinek mondjuk semmifajta kertje nincsen, csak mondjuk a hetedik emeleten él egy nagyvárosba. Ő a jövőképért, a fenntartható jövőért mit tud tenni a saját maga szintjén, a saját maga kisebb életterében? Hát az a nagyon jó hírem, majd rengeteget. Ez egy jó hírem, tessék, végre egy jó hír. Egy listát lehetne erről írni, hogy mennyi mindent tudunk tenni. Tényleg a mindennapi kis döntéseinken múlik. Én azt javaslom a tévénézőknek is, hogy próbálgassák, hogy nekik mi kényelmes, hogy nekik mi fér bele. És tudna egy-két praktikusabb tanácsot adni, amit hát, tudnának használni? Hát ugye a kevesebb húsevésről már volt szó, hogy az meglepően sokat használ. Tudom, hogy ez kulturális, ugye nagyon sok dolog a kultúránkba beivódott. Például egy férfinak néha derogáló az, hogy mondjuk ő ne egyen hús. Ismerek vegetáriánus férfiakat is, de tudom, hogy ez valakinek sok lehet. Akkor nyilván azt nem piszkáljuk ezt a dolgot, de ugye a kevesebb húsevés, a közlekedésünk átgondolása, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk biciklivel járunk, vagy tömegközlekedés, mondjuk eleve megpróbálunk úgy költözni, hogy a munkahelyünk ne legyen olyan messze. Nyilván ez sok szerencsés együttállás is igényel, de van, aki mondjuk megteheti. A vásárlásunknál, amit már említettem, hogy próbálj meg minél közelebbi terméket vásárolni. Hát legjobb, hogyha magyar terméket vásárolunk, hogy ezzel a hazai gazdaságot erősítjük. De tényleg, hogy ott van a polcon mondjuk egy nem tudom, mondjuk egy Pest megyei, vagy egy Székesfehérvárra, tudom, hogy van például tejüzem tej, vagy egy 30 forinttal olcsóbb mondjuk szlovák vagy lengyel tej, akkor ha megtehetjük, akkor fizessük ki azt a 30 forint különbséget, és meghálálja a klíma tényleg. Szóval, hogy ilyen kis kérdéseken múlik, gondoljuk át esetleg, hogy hova megyünk nyaralni, a Balaton is nagyon szép hely, Magyarországon rendkívül, és a gyönyörű hely van, ezeket fedezzük fel, mielőtt nem azt mondom, hogy senki ne utazzon messzire, de azért elég ijesztő ez a tendencia, hogy az emberek 3-4 ezer forintokért vesznek repülőjegyet, csak azért, mert olcsó. Ez egy nagyon félelmetes tendencia, ugyanis a repülőgép az nagyon-nagyon nagy kibocsátású közlekedési eszköz. Én nem akarok belőle ördögöt csinálni, nyilván van olyan, hogy ez szükséges, nyilván mindenki szeretne elmenni mondjuk az életbe egyszer-kétszer egy egzotikus helyre, de aki sportot űz ebből, annak nagyon komoly következményei vannak. Rengetegen fölteszik azt a kérdést, ami szerintem úgy szimbolizálja az egész helyzetet, de hát ha van erre is egy megnyugtató válasz. Miért lehet kapni a mai napig műanyag palackos vizet? Van, aki megveszi. Én ezt gondolom erről. Tehát abban a pillanatban, hogy nem fogyna a polcokról, akkor reagálnának a boltok, ugye nem rendelnék be. A gyártók valószínűleg sajnos
hát valamilyen szempontból sajnos tönkre mennének, vagy keresnének más megoldást. Elővennék az üvegpalackot, ha mindenképp palackos vizet akarnak gyártani, vagy újra felfedezhetjük a szódát, amit otthon elő lehet állítani, vagy lehet ilyen jó nagy kiszerelésbe 20 liter, nem tehát ennek a megoldásnak liter. Is a kulcsa leginkább a mi kezünkben van. Ha mi nem vesszük le a polcról a műanyagpalackos vizet, és azt látja a kereskedő, hogy nap mint nap egyáltalán nem fogy belőle, akkor elkezdene átállni másfajta termelésre, másfajta csomagolásra? Hát hiszen ez az érdeke, minek foglalja a polcot egy olyan termék, ami nem fogy, tehát ez szerintem ez működne. De filozófikusabb is, amit mond az előbb elhangzott, ugyanis pontosan, mert megveszik. Az történik a Földdel, amit mi a viselkedésünkkel előidézünk. Emögött mi állunk, nem valami ismeretlen hatalom. Az emberek a maguk esendőségével, a gyarlóságával, azzal a fajta elképesztő hedonizmussal, amiben nincs holnap, és lassan emiatt tényleg nincs holnap. Tehát ha úgy élek, hogy nincs holnap, akkor tényleg nem lesz holnap. És ahogy mi élünk, azt a lenyomatot hagyjuk a bolygóra. Lehet ilyen módon domestikálni mondjuk egy kereskedőt, hogy olyasfajta módon járjon el, ami környezettudatosabb? Hát most nem biztos, hogy erre kérdésre válaszolok, de két nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Az egyik, a párizsi klímacsúcson elhangzott nagyon sok okos ember által, hogyha 2 fokkal emelkedik az átlag hőmérséklet, és afölé kerül, akkor már nem visszafordíthatók a folyamatok. És ez igaz? Hát én azt nem tudom, ezek a nagyon okos emberek azt mondják, én elfogadom ezt így vonatkoztatási támpontnak, hogy tegyünk meg mindent. A másik pedig közgazdászként fekete doboz a gazdaság, vannak inputok, a technológia bent a fekete dobozba és a végén ugye fogyasztó. És hát itt mindenkinek tenni kell valamit. De azért ne bízunk abba, hogy majd a technológiai change, így a technológiai változás, az majd megoldja hatékonysággal, mert az nagyon relatív eredmény lesz. Tehát nagyon is figyelni kell, hogy eleve az input ugye, és ezt lehet szabályozni, hogy mi kerüljön be ezekbe a termékekbe, az valószínű állami, uram bocsánat, Brüsszel feladata is lehetne, és igen, mindazt, amit a kollégák elmondtak, hogy a fogyasztó felől pedig, hát ha a fogyasztót tisztességesen tájékoztatják, és felszabadul ettől a rettentes nyomasztó manipulációtól, akkor nyilván, hogy mérlegeli Isten igazából az élet igazi céljait, és akkor talán lesz helye autentikus fogyasztói kosarat. Tehát közgazdás szemmel egyfajta bojkott hatásos lehet azt illetően, igen, hogy azt gondolom, megváltozon igen, a kereskedői igen, szemlélet? Tehát nem lehet Kotler amerikai marketinges közben 72 manipulatív módszert ír le, és ezt tanítják nagyba, hogy hogyan lehet hülyére lenni a fogyasztót. Kérem, játszik könnyedséggel mindenki. Tömkelegével tud példákat mondani, hogy ez működik sajnos. Tehát akkor... Miért nem lehet ezt betiltani, ne arra, hogy megegységesen, és már is akkor az emberek kénytelenek lesznek gondolkodni. Tehát akkor lehet még pozitív jövőképünk, nem kell feltétlenül a koporsó tetejét magunkra húzni, ha képesek vagyunk a sarkunkra állni, akkor igenis változtathatunk a jövőn. Igen, csak álljunk a sarkunkra. Hát akkor azt hiszem, ez a lehető legjobb végszó, ami elhangozhatott. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és remélem nézőink is egy kifejezetten érdekes beszélgetést láthattak, én biztos vagyok ebben. Önök az Ez itt a kérdés látták. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. A Béres, azaz a legnagyobb magyar magánkézben lévő gyógyszergyár idén ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját. Következő adásunkban vendégeinkkel, a Béres örökösökkel arra keresjük a választ, hogy miként és hogyan lehet hiteles és értékelvi módon családi vállalkozást építeni. És vajon hogyan sikerül a globalizálódott piaci versenyben is megőrizni függetlenségüket és népszerűségüket? Várjuk Önöket holnap is!